A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. A következőkben városismereti műsorunk egy újabb adását látják. Visszatérünk a régi fotókhoz, illetve a régi fényképészekhez. Nem is gondoltuk volna, hogy Székesfehérváron ilyen nagy nyüzsgés volt a fényképészek terén. Nagyon sok fényképészről beszélhettünk már, és nagyon sok képet tudtunk megmutatni önöknek. Ezt a sorozatot folytatjuk a következőkben szakértőnkkel, Váci Már történész, városkutató, valakit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm újra a nézőket. Egy picit elhanyagoltuk az elmúlt hetekben a fotókat és a fényképészeket, ezért gondolom, hogy érdemes volna azzal kezdenünk a mai műsort, hogy egy kicsit idézzük fel, hogy miről is van szó valójában. Hát tulajdonképpen a székesfehérvári fényképészetnek a története az 1860-as évek elején indul, amikor Pribék Antal megnyitja a műtermét az akkori nyitott csatornaparton. Ezt a csatornát ugye a 20. század elején beboltozzák, de egy sokkal fontosabb esemény történik, illetve fontosabb egy korábbi eseményre kell visszautalnom, akkor inkább így mondanám. Az 1870-es években ugyanis a szomszédban felépül a neológ zsinagóga, és innentől kezdve ugye Pribék Antal a műtermét úgy reklámozza a fényképeknek a hátulján, hogy az izraeliták új imolája, tehát imaháza melletti telken van tulajdonképpen ez a műterem. És gyakorlatilag semmi más nem kell ráírnia ugye a fényképeknek a hátuljára, innen mindenki tudja, hogy miről is van szó. Helyettesített polgármesterként is működik egyébként évtizedeken keresztül, ez azt jelenti, hogy a mindenkori polgármesternek a helyettese tulajdonképpen, tehát ebből is látszik talán, hogy mekkora tekintélye volt a városban. 1879-ben az üzlettársával Bülch Ágosttal közösen készítik a második országos ipar termény és állatkiállításnak a katalógusát, illetve ennek az emlékalbumát, ugye a kiállított műtárgyakról, a kiállító pavilonokról és a többiről. Ez a második országos kiállítás, Fehérvár egyetlen egy évvel csúszik le egyébként arról, hogy itt rendezzék meg az első ilyen országos kiállítást. Aztán a másik nagy cég, illetve a másik nagy műterem pontosabban, amiről mindenképpen érdemes beszélni, az az Erbil és Pitch féle műterem, ami a belvárosban működik, tehát a történelmi belváros területén belül, és nagyon fontos eseményeket fotóznak, hát természetesen portrékat is készítenek a saját műtermükben, illetve a fotótörténet szempontjából azért nagyon fontos nekünk a Schmidt és Majláth féle műterem, valahol a Püspöki Palota környékén, ezt ugye különböző házszámozások alapján meglehetősen nehéz meghatározni, hogy melyik épületről is lehetett szó. Gyakorlatilag az első ismert városképek ebből a műteremből, méghozzá Majláth Jánostól származnak. A színház alapkőletétele 1872. augusztus 20-án, ennek ugye nemrég volt a 150. évfordulója, aztán 1874-ben nyit meg a színház, tehát két év múlva ünnepeljük ugye a megnyitásának a 150. évfordulóját, illetve a budai kapu 1872-ben lebontott tornyáról készített egy fényképfelvételt. Ez valamikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején készülhetett, tehát ezek a legkorábbi fehérvári köztéri fotográfiák. Portréfotók természetesen vannak már ugye a korábbi időkből is. És aztán elérkezünk igazából a dualizmus évtizedeibe, annak is egészen pontosan az utolsó előtti szakaszába, tehát még a béke évekről beszélünk, az 1900-as évekről, amikor is a Kaszárnya utcában, későbbi Kossuth utcában megnyílik a Szigeti féle műterem, ahol Szigeti József, illetve az ő
családtagjai, testvérei, unokatestvérei működtetnek műtermet, illetve Szigeti Jakab, aki aztán később Budapestre költözik egy hosszabb időre, majd visszakerül Székesfehérvárra, és 1902-ben egy császári és királyi udvari kamarai fényképész címet nyer el. Ez egy nagy kitüntetés igazából, ami azt jelenti, hogy akár a császári, tehát a Schönbrunni, akár a budai királyi udvarnak az eseményein fényképészként ugye részt vesz. Természetesen nem az egyetlen, aki ilyen kitüntető címmel rendelkezik, de ugye ennek az a jelentősége, hogy mind a fényképek hátoldalán, mind a hirdetésekben, mind egyéb helyeken ugye ezt a kitüntetést, mint olyat ugye feltüntetheti, és hát ezzel is ugye mutathatja ennek a műteremnek és egyáltalán az ő munkásságának a nívóját, a jelentőségét. Ezek a szigetiek aztán különböző egyéb helyeken is nyitnak egyébként műtermeket a városban, és velük párhuzamosan elindul a Bartos családnak a műterme, Bartos Henriknek a nevét ismerjük egészen pontosan, illetve az ő családtagja, ha minden igaz, akkor a húga Bartos Malvin, aki rendkívül fontos eseményeket fotografál, például az egykori ciszterci gimnázium hátoldala, tehát az akkor még működő rendház épületén a gimnázium egykori hallgatója Vörös Marti Mihály emléktáblájának a felavatását fényképezi, és aztán majd jóval később megtörténik a két pap költőnek, Ányos Pálnak, illetve Virág Benedeknek az emléktábla felavatása, majd arról a mai adásban fogunk beszélni. Bartos Malvinnak a műterme pedig az akkori árvaházzal nagyjából szemközt a Bognár utca 2-es szám alatt nyílik meg, az úgynevezett töltényi féle bérházban. Ennek a helyén ma egyébként a virágóra van, részben ennek a helyén. És aztán, amikor ez a Bartos féle műterem, mint üzleti vállalkozás megszűnik, akkor beköltözik ide Fekete Zoltán, aki megnyitja itt a Hungária nevű műtermét, és működik igazából 1914-ig, amikor őt besorozzák, ugye hatkötelesként, és aztán a felesége kérésére, mint rendkívül fontos mesterséget űző, ugye fényképész, visszatér a frontról, és innentől kezdve gyakorlatilag 1918 végéig elsősorban igazolványképeket készít, illetve katonaportrékat, katonát egymagában, katonát feleségével, gyermekekkel, és így sorolhatnánk tovább. És aztán a 30-as évek elején ő a Kempelen téren vesz egy lakást magának, egy házat. Később a Fehérvár áruház egyébként ezen a területen épül fel a 70-es évek második felében, és 36-ban, amikor az ország zászló teret ezen a területen kialakítják, és ugye elbontják ezt a Bognár utcai, illetve Várkörúti házsort, akkor ugye átköltözteti a műtermet is ebbe a Kempelen téri házba. És hát gyakorlatilag itt tartunk most, ugye néhány kisebb műteremről még beszéltünk, illetve a technológiai fejlődésről, de gyakorlatilag eddig többnyire ugye kartonált fényképeket mutattunk, majd most következnek azért egyszerűbbek, illetve nagyobb méretűek is. Valójában egy ilyen rövid összefoglalásban mindent nem is lehet elmondani, de akik nyomon követték műsorainkat, tényleg láthatták és hallhatták, hogy milyen sok fényképész működött már az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején a mai viszonylatokhoz képest. Beszéltünk erről is, hogy nyilván ez nem véletlen, hiszen akkor nem volt minden telefonban és minden zsebben ott egy fényképezőkép. Így tudták a családot és az egyéb emlékeket megörökíteni, ezért népszerű volt ez a szakma, és azért volt ennyi fényképész. Viszont érdekes lehet még az, hogy ezek a fényképek és ezek az ismeretek mit jelenthetnek egy történész számára? Mi mindent tud megállapítani egy fotóból? Nemrégiben ünnepeltük a Magyar Fotográfia Napját, és ezzel kapcsolatban egyébként én is megosztottam a közösségi oldalamon néhány bejegyzést. Ugye még itt a fotótörténeti sorozat elején említettünk több olyan online gyűjteményt, illetve közgyűjteményi adattárat is, aminek köszönhetően ugye ezeket a fényképészeket, ezeknek a műtermeknek a történetét ismerjük, illetve nagyon sok ezeken a fényképeken szereplő alakot is be tudunk azonosítani. Elsősorban a Szent István Király Múzeum újkor történeti gyűjteménynek a fotótárát kell megemlítenem, hiszen az eredeti fényképeknek a többsége az itt található.
Illetve mindenképpen kell néhány szót szólni a 2012-13-ban lezajlott Emlékmentés című fotógyűjtési kezdeményezésről, ami Szűcs Erzsébet művészettörténész, a Deák Képtár akkori igazgatójának a kezdeményezése volt tulajdonképpen, és Kincses Károly fotótörténész volt az, aki egyébként a szakmai oldalt adta hozzá, mármint fotótörténész természetesen. Itt rengeteg sok archív fotó került be különböző családi gyűjteményekből, amelyeket digitalizáltak, és természetesen, hogyha valaki igényt tartott ezekre a fotókra, akkor ugye visszakapta az eredetit, aki pedig nem, az ugye beadhatta a fotótárba, tehát így azért gazdagodott a gyűjtemény eredeti fizikai példányokkal is, illetve néhány évvel ezelőtt egy Oroszlán Balázs nevű nagyon lelkes gyűjtőnek a fénykép és a képeslap anyaga került vásárlás útján a múzeumnak a fotótárába. Szintén ez egy több mint ezres gyűjtemény, tehát azért el tudjuk képzelni, hogy nem akármilyen dolog. Főleg a nagyobb fehérvári műtermeknek a felvételeit tartalmazza ez a gyűjtemény, és a képeslapok alapjául szolgáló fényképfelvételek is többnyire ezektől a fényképészektől származnak egyébként. A képeslapoknak a nagy részét Klöckner Péter adta ki, aki az 1870-es, 80-as években egyébként több saját fényképfelvételt is készített, elsősorban a saját kiadású képeslapaihoz, illetve Eisler Adolf, aki hát 1944-45-ig állt az üzlete, illetve ő maga is nagyjából addig tartózkodott Fehérváron. A színházzal szemközti egyik épületről van szó, aminek a helyén a 60-as években épült egy modern beépítés, hiszen a színházzal együtt nagyjából ugyanabban az időben ez az épület megsemmisült. Tehát ezek a fizikai módon létező fotók, illetve az emlékmentés adatbázist, mint olyat említettem, ennek az anyaga bekerült egyébként a Magyar Nemzeti Digitális Archívumba, tehát a manda.hu oldalon egyébként ugyanúgy nyomon követhető, illetve néhány hónappal ezelőtt indult egy Fehérvár Annó nevű fotóadatbázis, ami többek között az emlékmentés anyagát is tartalmazza, hiszen ugye az emlékmentés anyaga az jelenleg a Deák Képtárnak a még önálló honlapján szerepel, viszont nagy valószínűséggel ez az önálló honlap, mivel maga az intézmény is ugye már nagyon régóta a Szent István Király Múzeum kiállítóhelye megszűnik, és így ugye gyakorlatilag nem csak egy emlékmentés, de egy adatmentés is történt ezzel együtt. Természetesen a Szent István Király Múzeum felajánlotta ugye ezt a fotógyűjteményt, és ebbe az adatbázisba a családi fotók mellett olyan anyagok kerülnek be, amelyek akár magánszemélyektől, akár közgyűjteményektől, akár gyűjtőktől, üzemi baráti köröktől, fotótörténeti vagy üzemtörténeti, várostörténeti kutatóktól származnak. Tehát ez már egy jóval nagyobb merítés, mint az emlékmentésnek az anyaga volt. Nyilván, ha egy történész úgy dönt, hogy egy időszakot feldolgoz úgy minden téren, akkor ezek a gyűjtemények, amelyeket említettél, szintén segíthetnek, hiszen a fotókból azért sok mindenre rá lehet jönni. Igen, hát amiben a legjobban nyomon követhető, a legjobban illusztrált sorozat Demeter Zsófiának a Székesfehérvár Annó sorozata, ami ugye most a negyedik kötetnél tart, és 1988-ig bezárólag dolgozza fel a városnak a történetét, rengeteg fényképfelvétellel is. Ezeknek az egy része ugye portré, nagy része egyébként eseményfotó, illetve közterületeken készült fotó, ami ugye Fehérvárnak az állapot változásait és a kiépülését mutatja be tulajdonképpen. Nagyon jól szemlélteti azokat a változásokat, amik itt az évtizedek, sőt évszázadok során igazából bekövetkeztek. A legszembeötlőbb változások azok egyébként pont az utolsó kötetben, az 1944 és 88 közötti időszakról láthatók, illetve olvashatók a visszaemlékezésekben. Üzemtörténeti fotók azok ugye leginkább ebből az időszakból vannak, bár hát nyilván korábbi időszakokból is, a Felmájer gyárról, asztalos műhelyekről és egyebekről, de hát ugye az igazi gyáriparnak a kiépülése az a 30-as évek vége, 40-es évek eleje, sőt, hogyha az Ikaruszt ide vesszük, akkor ugye az már a 60-as évek eleje, úgyhogy ez a negyedik kötet az, ami ilyen szempontból a legtöbb izgalmas fényképet tartalmazza. Ha az említett adatbázisokban szereplő fényképeket kell beazonosítani, tehát hogy
ki van mondjuk azon az adott fényképen, akkor én például az annó köteteket szoktam fellapozni, mert ott nagyon jól vissza lehet keresni ezeket, és gyakorlatilag oda-vissza lehet ezek között dolgozni, hiszen a kötetek készülése óta is kerültek be újabb anyagok a múzeumban, és nyilván kerültek fel az adatbázisokba, tehát ott is lehet azért pontosítani mondjuk a képeken szereplő személyeknek a kilétét. Talán elérkeztünk oda, hogy beszéljünk magáról egy fotósról, csak azért, hogy megmutathassunk képeket is, hiszen csodálatos képeket hoztál ezúttal is, akiről most beszélünk elsőként, Pete Gyula. Mit kell róla tudni? Gyakorlatilag visszatérünk a műsornak az elejéhez, hiszen Pete Gyula 1899-ben a Magyar Fényképészek lapjában említődik először, mint gyakorló negatív és pozitív retusőr, ki vételt is csinál és alkalmazást keres azonnal, címe Székesfehérvár Dinnye utca. Ennyit tudunk róla, majd mindjárt fogok arról is beszélni, hogy hogyan kapcsolódunk a műsor legelejéhez, de hogy időrendi sorrendben haladjunk, azért mégis ezt érdemes megemlíteni. Hallottunk egy korabeli reklámszöveget. Ez gyakorlatilag az egykori Kéggyörgy, vagy a későbbi Kéggyörgy utca, aminek aztán volt egy másik neve, és aztán ugye a rendszerváltás után visszakapta ezt a nevet. 1905-ben végül is a rendőrségnél kapott alkalmazást, tehát a hirdetés megjelenése után 6 évvel már a rendőrségnél dolgozik, és a letartóztatott rovott múltúaknak az arcképeit ő készíti el, tehát bűnügyi fényképész igazából, nem baleseti helyszíneken és egyéb helyszíneken, hanem magán az őrszobán készíti ugye ezeket a felvételeket, amikor ugye az illetőket előállítják tulajdonképpen. Hát leginkább amerikai filmekből, meg sorozatokból ismerjük ugye ezeket az eljárásokat. Kis tábla, mérce, stb. El tudjuk képzelni, hogy itt miről van szó. Nyilván szerencsére ezt még kevesen érték át személyesen a rabosításnak a folyamatát. Aztán 1910-ben megnyitja az önálló műtermét, és itt kanyarodunk vissza igazából Pribék Antalhoz, hiszen két forrás is bizonyítja, hogy az ő házát vette meg. 1915-ből származik egy hatósági bizonyítvány, amely szerint az üzlete Székesfehérváron már 1860 óta áll fenn. Ez egy dolog, hogyha nem ismernénk a címét, akkor azt is mondhatnánk, hogy de ez a Schmidt és Majláth féle műteremre ugyanúgy igaz, hiszen ők is a 60-as évek elején nyitották a belvárosban a műtermet. Viszont a másik fontos forrás az az, hogy Pribék és Pete egyaránt az izraelita imola, vagy izraelita templomnak is nevezik, ugye kissé helytelenül a zsinagógát, szomszédságában jelöli meg a műtermét, illetve Pete Gyula ugye azt is kérelmezi, hogy ezen a telken egy emeletes műterem épületet emelhessen. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy egyébként Pribék Antalnak a műterme még valószínűleg egy kis földszintes, illetve nem olyan kicsi, hiszen elég mélyen benyúlott a telekre, de mindenképpen egy földszintes épület volt. Egyébként meglehetősen nagy műterem helyiségekkel. Pete Gyulát ugyanúgy, ahogy Fekete Zoltánt is, ugye, akit említettünk, természetesen utoléri a háború, és 1915-ben a 17-es gyalogezredhez sorozzák be. 17-es gyalogezrednek a harcoló tagjai közül olyan neveket lehet említeni, mint Földes Szabó János, aki a gyalogezrednek a hősi emlékművét elkészíti, azt az oroszlán figurát, amit ma ismerünk, amit aztán egyébként később Bori Jenő, szintén a 17-es gyalogezrednek egykori katonája mintáz újra. Földes Szabó az, aki ezt az oroszlán alakot elsőként az izraelita temetőnek a hősi emlékművére elkészíti, és ő az, aki Púr Gyulának, a 17-es gyalogezred vezetőjének a síremlékét a hosszú temetőben szintén elkészíti, aki ugye 16-ban halt egyébként hősi halált az olasz fronton. És akkor még itt van Pete Gyula. Csak hogy említsünk akkor egy fényképészt is, tehát két képzőművész, egy fényképész. Aztán az ő felesége is egyébként megfogalmaz egy levelet, hogy hát jó lenne, hogyha hazaengednék a frontról, hiszen az üzletében alkalmazott segédek közül, akik közül egy nevet hadd emeljek ki, őt Tóth Károlynak hívják, majd a későbbiekben az ő neve is azért fontos lesz számunkra.
mind a négyen a harctéren vannak, és hogyha őt is besorozzák, őt is elküldik a frontra, akkor a műterem az nem tud tovább működni. Hát besorozzák, tehát nem hagyják, hogy hazatérjen, és ideiglenesen Pete Ilona, az ő húga veszi át egyébként a műteremnek a működtetését, és az ő neve alatt fut innentől kezdve a műterem. Ráadásul, amikor Pete Gyula 1918-ban hazatér a frontról, akkor már halálos betegen jön haza, és aztán meg is hal egyébként 18-ban, tehát Pete Ilonának ténylegesen át kell vennie a műteremnek a vezetését. De mielőtt Pete Ilonára rátérnénk, én azt gondolom, hogy érdemes még a Pete Gyula féle felvételeket megnézni. Itt az ideje, hogy akkor megnézzük az első képet Pete Gyulától, fiatal pár műteremben. Ezt a címet adtad a képnek? Nem én adtam a képnek, ezt még korábbi kutató kollégák adták. Ugye itt mindig el szoktuk mondani, hogy ellentétben mondjuk a festményekkel, már ha az alkotó egyáltalán ad neki valamilyen címet, ugye ezeknek azért nincsen címe, mert valamilyen megrendelésre készültek, általában ugye az ábrázolt személyek besétálnak a műterembe, és kérnek egy portrét a mestertől, vagy hát valakitől, aki éppen ugye akkor ráér. Úgyhogy ez a fiatal pár is ugye betért Pete Gyula műtermébe, és elkészítette magáról ezt a páros portrét, aminek a hátoldalát is meg tudjuk egyébként mutatni. Itt ugye nézők már megszokhatták, hogy különböző hátlapokat is mutatunk, főleg azért, hogy lehessen látni, hogy mennyiféle hátlappal dolgoztak ezek a művészek, hiszen nyugodtan nevezhetjük őket művészeknek, akik mellé egyébként kiváló grafikusok társultak ezeknek a reklámanyagoknak a megtervezésében. Itt ugye a legfontosabb, ami mindig feltüntetésre kerül, ugye vagy a műteremnek a neve, vagy a fényképésznek a neve, tehát van olyan is, hogy Pete Gyula, van olyan is, hogy Pete Műterem, az utóbbiak közül egyébként nagyon sokat már Pete Ilona készített, akkor már ugye Pete Gyula nevét természetesen nem írják ki, illetve valamilyen jellegzetes ábra, ami ugye mondjuk azt, hogy védjegye tulajdonképpen az adott műteremnek, ezek elég gyakran változnak, és ugye különböző színekben találhatók meg egyébként a fényképeknek a hátlapján. Nyilván, ahogy a korábbi adásokban is, az összes verziót azért itt sem mutatjuk meg, tehát a legfőbb változatokat mutatjuk meg itt a nézők számára. A következőképpen egy hölgyet látunk, az ő portréját fogjuk megmutatni hamarosan. Itt ugyan nem látszik, de az előző képpel kapcsolatban azért én meg fel akartam hívni a figyelmet arra a precíz berendezésre, tehát nem csak úgy beállították a semmi elé, hanem mint ahogy a többi képen is találkoztunk már ezzel, hogy gyönyörű berendezés mögé. Itt inkább egy másik trükköt látunk. Igen, ugye korábbi adásokban is kiemeltük egyébként a díszletnek a fontosságát, nem mindegy, hogy fiatal, idős, család, egyedülálló. Most próbáltam egyébként ez az adáshoz úgy sorba rendezni a képeket, hogy először az egyéni portrék jönnek, esetleg ketten, tehát ugye párok, és aztán utána jönnek majd a családi eseményfotók, és a többi, és a többi. Tehát nagyjából ebben a sorrendben haladunk. Ugye itt egy technológiai trükköt látunk igazából, amikor a hátteret és ugye valamennyire az előteret is elmossák, és kvázi ugye melképet készítenek magáról a megrendelő személyről. Hát ez ugye függ egyrészt az alkotótól, az ő fantáziájától, meg másrészt függ ugye a megrendelőnek a kérésétől, meg nyilván attól, hogy milyen technológiai lehetőségek vannak ebben a korszakban. A következő képről már kicsit többet is tudunk dátum terén, hiszen 1915 körül készült a hölgy csíkos ruhában. Igen, ugye az adományozók vagy a készítetők, rokonok elég gyakran feljegyezték a fényképeknek a hátulján, hogy kit ábrázol maga a kép, vagy ha azt nem is, hogy kit ábrázol, mert mondjuk a családban egyértelmű volt, vagy akinek ajándékozták, azért azt általában ráírták, hogy körülbelül mikor készülhetett. Ez nagyon sokszor egyébként az emlékmentés projektben is előfordult, hogy az adományozók utólag írták rá, szerencsés esetben ceruzával, kevésbé szerencsés esetben tollal belevésték a fényképnek a hátuljába, hogy kitábrázol, mikor készült, hogy az adatbázisba ugye ezeket az adatokat már könnyebb legyen fölvinni, és ne kelljen ugye több órás interjúkat készíteni például, hiszen itt is az volt a cél, ugye a fotógyűjtésnek az volt a célja, hogy valaki egy adagban, hogyha nagyon sok fénykép volt, egy adagban ezeket beadja, ugye a kollégák digitalizálták, az önkéntesek pedig ugye felvitték igazából ezeket az adatokat, és aztán ugye úgy, ahogy volt egy az egyben, vissza is lehetett adni az adományozók számára az eredetiket. Itt is egy hátlapot azért mindenképpen szeretnék megmutatni.
hiszen ez már egy másik verzió, egy jóval díszesebb, és ugye majdnem többet mond a hátlap, mint az igen, előre. Igen, és ráadásul hogy az egész hátlapot kitölti gyakorlatilag, tehát itt Pete Gyulának a neve azért már jóval nagyobban megjelenik, úgyhogy nagy valószínűséggel a fiatal párnak a portréja, az még ugye a 900-as évek elején készülhetett, ugye valamikor 910-11 körül, amikor ugye a műtermet bővítik, és ez pedig már 15 körül, tehát szomorú, de azt kell mondani, hogy Pete Gyulának ugye az utolsó korszaka, talán két vagy három ilyen nagy időszaka volt, ugye ez a hátlapokból látszik igazából. Ha a jellemrajzzal foglalkozók itt megállapítanák, hogy ez a hátlap már arról árulkodik, hogy egy kicsit több az önbizalma. Én azt mondom, ugye szokták használni ezt a kifejezést, hogy szófordulatot, hogy volt mire büszkének lennie Pete Gyulának. Tehát ez egyértelműen látszik egyébként. Abból, hogy milyen rengeteg sok fényképet hoztam, és hogy hát azt már el sem mondom, hogy mennyiből kellett ezt kiválogatni. És ez látszik majd még a következőkben is, hiszen amit most tudunk megmutatni képet, ott pontos nevet tudunk már a szereplőkről? Lendvai Istvánné Hesz Annát ábrázolja ez a kép, és a Városgondnokságnak a sírhelykereső adatbázisában egyébként azt is megnézheti bárki, hogy hol is nyugszik ő egészen pontosan. Magának a kép készítésének a dátumát azt nem lehetett a hátlapon megtalálni, viszont megint csak egy reklám felületként működik ugye a hátlap itt is, hát itt látjuk. Ez azért szerényebb, de minimum letisztultabb. Hát a szerénység az ugye nem mindig látszik nyilván ezekből a feliratokból, más az elosztása, és hát ugye itt inkább a szöveges verzióval operált a grafikus, illetve a készítő is. A következő képen látható hölgyet is meg tudjuk nevezni. 1908-ban készült, és itt Noficer Annának a nevét is feljegyezték. A hátlapot azt egyrészt a reklám miatt szeretném mindenképpen megmutatni, másrészt azért az utódok, illetve leszármazottak is néha bizonytalanak abban, hogy ki van a képen, úgyhogy itt is először Rózát szeretett volna valaki ráírni erre a képre, és aztán ebből lett egy Anna. Tehát így sikerült beazonosítani, hogy az illető hölgyet. A hölgyek úgy tűnik, hogy többször szerepeltek a műteremben Pete Gyulánál, hiszen a következő képen is egy hölgy lesz. 1910 körül készült ez a portré a már idős Horváth Rozináról, aki Knejfel Antalnak volt a felesége. Ugye Knejfel a nagy Knejfel család? Knejfel Antal az, akinek a leszármazottairól egyébként már láttunk fényképeket, tehát azért a család bejárta a legnevesebb műtermeket a városban, nem derogált nekik több helyen is fényképezkedni. Különböző alkalmakhoz is kötődött nyilván, meg lehet ahhoz is, hogy melyik családtag, melyik fényképészt szerette igazán. Horváth Rozina annak a Knejfel Antalnak volt a felesége, aki Budapestről költözött ide a családjával. 6 gyermekük született egyébként összesen, és közülük volt az egyik Ferenc, aki először az édesapjának a budapesti karnagyi állását vette át, és aztán a székesfehérvári székesegyházi karnagyi állást szintén tőle örökölte meg. És ennek az idősebb Knejfel Ferencnek az egyik fia volt az ifjabb Knejfel Ferenc, aki szintén karnagyként működött, és ennek a Knejfel Ferencnek az egyik unoköccse Knejfel Imre, hogy egy mai Knejfelt is kiemeljünk. Igaz, hogy most már nyugdíjba vonult ugyan a tanár úr, igazgató úr, de hát ugye nem régiben, sőt, hát ma is azért a fehérvári zenei életnek egy nagyon aktív tagja. Most már nyugállományban, de hát nyilván ugyanúgy dolgozik tovább lendülettel, és hát azért a családnak az ifjabb generációi is természetesen ugyanúgy ott vannak. Most ugye csak a karnagyokról beszéltem, ez is már 4 generáció egyébként. Minden tiszteletünk és üdvözletünk az övé. Abszolút. Tehát gyakorlatilag a dinasztia alapítónak a feleségét láthattuk. Lehet azt is nyugodtan mondani, hogy az anya királynét tulajdonképpen. A Knejfel név szerepel a következő képen. Igen, ugyanis itt ugye Horváth Rozinának a fiát, a már említett, most már ugye úgy mondhatjuk, hogy idősebb Knejfel Ferencet látjuk ezen a képen, akinek már egyébként időskori képével, illetve családi fotójával is találkozhattunk az előző adásokban.
hogy miért hozok ilyen sok képet a knejfelekről, hát ilyen rengeteg sok készült. Tehát azért... És nagyon jó ez így. Nyilván az ember abból dolgozik, amiből tud meg, ami van. Knejfel György és családja, ugye Knejfel Imrének a testvéréről van szó, meglehetősen sok képet beadott az emlékmentés idején, tehát az utóbbi 10 évben, úgyhogy elég nagy a merítés, amiből lehet válogatni, és más családok is egyébként élen jártak ebben a gyűjtésben. Menjünk tovább, hiszen számos kép van még Pete Gyulától, a következőkben az 1900-as évek körül készült képet látjuk. Hát ugye valamikor 1900 körül készülhetett ez a felvétel, de az életrajzából, Pete Gyulának az életrajzából tudjuk, hogy ugye 905 előtt nem volt önálló műterme, tehát ebből valószínűleg az következik, hogy vagy valamilyen alkalmazásban állva készítette ezt a felvételt, és valahogy utólag rákerült az ő neve, vagy pedig már az önálló műtermében, akkor viszont ugye 1910 körülére kell ugye datálnunk ezt a képet. Parabak Milicát ábrázolja, ő az Apostolovics kelmefestős vegytisztító családnak volt egy távoli rokona, és a képnek a hátulján még annyi olvasható, hogy valószínűleg a szerb ortodox temetőben nyugszik. Nem tudjuk, hát ugye a neve alapján, ha tényleg Székesfehérváron hunyt el és itt temették el, akkor valószínű. Ez el kéne sétálni a szerb temetőbe és megnézni, ha a síremléke tényleg ott van és létezik még egyáltalán. A képek kapcsolatban azért nekem feltűnt, hogy a megvilágítása különleges, tehát mintha hogy fényben lenne, hogy élne ez a kép. Igen, itt is ugye láthatjuk igazából, hogy milyen különféle technológiákat alkalmazott Pete Gyula, ugye megint csak ez az elmosott előtér van itt. Annyi különbséggel ugye az előző női portréhoz képest, ahol szintén ezt a verziót láthattuk, hogy itt a másik irányba fordul igazából a hölgy, tehát a másik profilját mutatja nekünk. Izgatottan várom, hogy mit tud a következő kép. Nem akármilyen története van magának a hölgynek. Jávor Margitot ábrázolja a kép, 1906-ra datálják. Körülbelül. Most megint akkor, de nem akarom ismételni magamat, hogy miért is kéne ezt pontosítani. A képnek a hátuljára ez a dátum került fel, tehát vagy a család tévedett valamennyit, vagy maga Jávor Margit, aki a képen szerepel, nem tudjuk pontosan. Az is lehet, hogy neki volt igaza, és az életrajzi kutatások maradtak el egyébként a valósághoz képest. Minden esetre elvileg 1906-ban készült róla ez a kép, és hogy miért izgalmas. Technikailag is nyilván, ott a háttérben valami látszik egyébként mögötte, mintha egy szalonberendezés lenne, ilyen nagyon halványan. Ugye ő is a profilját mutatja egyébként, és Jávor Margit azért is érdekes nekünk, mert ő volt Szauter József vegyes kereskedőnek az első felesége. Szauter Józsefnek a vegyes kereskedése helyén nyílt az államosításuk után a Bableves nevű műintézmény, a Palotai út és a Piactér találkozásánál. Egyébként piactéri házszámmal futott az nagyon sokáig, amíg a 70-es évek második felében le nem bontották azzal az üzletsorral együtt, ahol leginkább a műanyagosnak, meg a cipőjavítónak a reklám felirata látszott. Ugye ez a sarki műintézmény volt a Bableves, ez volt 52-ig egyébként Szauter Józsefnek a fűszer és csemege, meg egyéb vegyes kereskedése. Jávor Margit pedig a Jávor Nándor, Vitéz Jávor Nándor tanítónak volt a húga, és ennek a Vitéz Jávor Nándornak a fia volt Jávor Ottó, költő, író, a József Attila Gimnázium egykori legendás tanára, aki rengeteget írt egyébként Székesfehérváról, és meglehetősen sok könyve megjelent. És Jávor Margittal kapcsolatban még az is egy érdekesség, hogy ő 1930-ban elhunyt, 71-ben született, ha jól emlékszem, tehát 59 éves korában, viszonylag fiatalon, és aztán Szauter József újra nősül, de nem akárkit vette el feleségül, hanem Jávor Margitnak a húgát. Úgyhogy Jávor Ilonát, és hát ha ma megnézzük a Szauter családnak a síremlékét, akkor ott olvashatjuk Szauter József, illetve a két feleségének
a nevét is. Szauter József egyébként előbb hunyt el, mint Jávor Ilona, tehát maradt utána ugye egy özvegy is, és hát egy közös családi sírboltba temetkeztek, tehát gyakorlatilag itt ugye egy testvérpárról van szó, és ugye hát az egyik az az első feleség, a másik pedig a második feleség. Tehát azért mondtam, hogy egy kicsit érdekes a történet ugye ebből a szempontból. Mindenképpen. A következő képen, akiket látunk, nem tudjuk megnevezni konkrétan? Nem tudjuk őket megnevezni, és igazából ezt a képet kifejezetten azért hoztam, mert technikai érdekesség, hogy ugye általában kártyaformátumú kartonált képeket szoktunk látni. Ugye az egyik szigeti féle fényképet hoztam be a múltkor, amin láttunk egy hasonló négyzet vagy rombusz alakú kis fénykartont, amire ugye egy kör alakú kis fotó volt rákasírozva. Itt gyakorlatilag egy négyzeten egy négyzet. Tehát ennek ennyi az érdekessége, meg nyilván az is, hogy ez egy páros portré, és ugye szintén ez az elmosott technológia jellemzi, és ennek a hátlapját is elhoztam azért megmutatni. Már is látni fogjuk. Hiszen ugye ez is egy peteféle reklám, hogy ugye egy négyzet alakú fényképre hogy lehet elhelyezni ugye egy olyan reklámot, ami egyébként egy kártyaformátumú fényképre illik. A hátlapokon előszeretettel változtatta a betűtípusokat, nem nagyon ragaszkodott egyfajtához. Illetve szerette sűríteni ugye a szöveget, tehát a Pete Gyula, ma úgy mondanánk, hogy a marketingesek rémálma lenne, hiszen szeretett minél hosszabban értekezni ezeken a hátlapokon. Most nézzük, hogy milyen fotót csinált kislányról, gyerekről. 1910 körül készült ez a kislány játékokkal fantázia nevet viselő képe. Ennek ugye az az érdekessége, hogy ez már nem az a klasszikus, illetve éppen nem az a klasszikus kártyaformátum, bár még ez is kartonált, de nem tartalmazza azt a megszokott keretet, nincs ugye a kép alján a Pete Gyula név aláírás, vagy a Pete műterem. Hátulján van igazából egy bélyegző, és ezen kívül gyakorlatilag semmi egyéb. De itt újra látjuk, hogy a műterem mindig be van rendezve, tehát nem üres falak között fényképezkednek. De menjünk is tovább vissza a felnőttekhez, és itt legalább nevetés dátumot is tudunk majd ismét. Egy 1912-es fénykép, Kajtár Lajost ábrázolja, 1911-ben született egyébként, tehát ezen a képen egy éves. Ezt a fotó hátlapján lehet egyébként olvasni, és aztán mindjárt meg tudjuk mutatni ennek a képnek a hátlapját is. Addig tudunk valamit mondani Kajtár Lajosról? Gyakorlatilag semmit nem sikerült róla kiderítenem, azon kívül, hogy a fénykép hátulján az szerepel, hogy a II. Világháborúban eltűnt. Én egy 1911-es születésű Kajtár Lajost találtam a sírhelykereső adatbázisban, aki viszont a 70-es években hunyt el. Nem tudni, hogy ugyanarról a személyről van-e szó. Ugye a dolognak az az érdekessége, hogy maga az adományozó a 2010-es évek végén hunyt el. Tehát, hogyha 78-ban elhunyt volna, 78-ban halt volna meg a felmenője, akkor ő valószínűleg ezzel tisztában van. Az sem kizárt, hogy 1912-ben két Kajtár Lajos született Fehérváron. Miért ne lehetne? Minden esetre egyikük eltűnt, úgyhogy menjünk is tovább, hiszen már felvillant egy kép egy megyés püspökről. Városi Gyula megyés püspököt láthatjuk a képen. Steiner Fülöp megyés püspöknek az utóda és Prohászka Ottokárnak a közvetlen elődjéről van szó. 1901 és 1905 között volt egyébként székesfehérvári megyés püspök, és hát viszonylag keveset szoktunk róla beszélni, hiszen az ő püspöksége idején olyan nagyon jelentős események nem történtek egyébként itt Székesfehérváron. Hát ha csak annyi nem, hogy közben ugye megtörtént egy századforduló 1901-ben. A következő képen, akit láttunk, utcanévadó? Utcanévadó, ráadásul egy nagyon fontos sorozatnak a szerzője, Károly János nagypréposzt, akiről 1910-ben készült ez a portré. Ez az ő egyik hivatalos portréja, ugye ott, ha szemből nézzük, már pedig a fotókat ugye szemből szoktuk nézni, a jobb alsó sarkában látható Pete Gyulának a névaláírása. Károly János a Fejérvár megye története című ötkötetes megye történeti monográfiának a szerzője.
nagypréposztként ugye a fehérvári kanonoki testületnek, azaz a káptalannak a vezetője. Ugye ez a középkorból maradt örökség, a Szűz Mária prépostsági templom koronázó bazilikához tartozó papi testületről van szó, ami ugye megmaradt egyébként egészen napjainkig, és ezeket a címeket gyakorlatilag ugye ma is az egyházmegyének a papsága viseli kitüntető címként. És ugye Károly János volt 1910-ben a nagyprépost, aki egyébként nem csak nagy megyetörténeti munkát hagyott ránk, de természetesen kiemelten foglalkozott Székesfehérvárnak a történetével is, illetve történeti kutatások mellett régészettel, művészettörténettel és egyáltalán műgyűjtéssel, tehát nagyon sokat köszönhet neki a fehérvári kultúra. És valójában ez a kép igazolja, hogy Pete Gyulában a bizalmat nem csak a polgári lakóság fektette, hanem a méltóságok is, ez esetben az egyházi méltóságok, hiszen kettőt is meg tudtunk mutatni az imént. Katona és feleség következik. Igen, hát ugye Fekete Zoltán kapcsán említettük a katonaportrékat, Pete Gyula is még a bevonulás előtt, ugye 1915-ben besorozzák, 14-ben meglehetősen sok katonaportrét készített. Sajnos a képen szereplőknek a kivétét nem tudjuk, így ugye azt sem lehet kideríteni, ha csak valakinek nem ismerősek, hogy mi történt például ezzel a katonával, hazatérte a frontról egyáltalán. Nem tudjuk igazából. Az is lehet, hogy az utolsó közös képük, ami itt látható. Talán itt érdemes elmondani, hogy a nézők segítségét természetesen szívesen látjuk minden képpel kapcsolatban. Tehát, hogyha önöknek a fotók ismerősek, és valakit felismernek közülük, akkor elérhetőségeinkre üzenjék meg, írják meg. Nagy segítség lenne ez a történésznek is, és hát természetesen a következő adásban majd beszélünk is róla, úgyhogy már előre köszönöm, ha ilyen segítséget kaphatunk. Menjünk tovább, hiszen egy olyan képről lesz szó, ami kimozdít bennünket a műteremből. Pete Gyulának vannak kifejezetten köztéri fényképei, én most ezek közül egyet hoztam ide igazából. 1910 körül készülhetett, és a városházát ábrázolja. Ugye abban az állapotában, ahogy az 1936-37-es átépítés bővítés előtt ugye kinézett, tehát a jobb oldalon ugye az Arany János utcát látjuk, ami felfut ugye a Székesegyháznak a dombjára, a bal oldalon pedig még áll ugye a Bierbauer ház, ott a városháza és az akkori Zicsi palota között, amit majd aztán 1936-ban bontanak le. Itt még nem látszik az, hogy magasabb a városháza előtt az a járda. Ez egy nagyon érdekes dolog, én már próbáltam utána kutatni, hogy vajon mikor történhetett meg ez a megemelés, hiszen vannak ugye olyan időszakok, és egyértelműen datálható időszakok, amikor ez még nincsen, és vannak olyan időszakok, amikor már megvan, tehát ez a kettő között eltelt nagyjából egy olyan 20-30 év, amikor megtörténhetett ez. Hogy a járószintet igazából megemelték, hiszen ha a városháza bejáratáról készült fényképeket látjuk, akkor ott is láthatjuk, hogy hogyan lehetett egyébként közlekedni. Ma is néhány lépcsőfokon lehet bemenni még erről az emelt járószintről is. Tehát azért érdekes, hogy hogyan változtak itt a területi viszonyok. És nyilván nem volt még ott a nevezetes lovas szobor sem természetesen. Sőt, hát Bori Jenőnek püspök kútja is majdnem 20 évvel később került oda, az országalmáról nem is beszélve, úgyhogy annyi változás volt csak ezen az egy kis téren, hogy napestig lehetne csak erről beszélni igazából. Felüdülés volt azért ezt a képet látni mindenképpen, menjünk vissza a műterembe. Egy csoportképet hoztam, 1915-ben készült, legalábbis a hátulján szereplő dátum szerint, fiatal óvónőnk a Manc óvodában. Ez nem is műterem akkor? Ez nem műterem, ez a Manc óvodának az egyik belső udvara, ma már egyébként nem ebben az állapotában van, és ugye legutóbbi hőszigetelés felújítás óta azért a külső homlokzata is némileg megváltozott, legalábbis a színezését tekintve mindenképpen. És hát ugye azért a képnek a címe sem árulja el teljesen a tartalmát, hiszen természetesen nem csak óvónőket láthatunk a képen, láthatunk dajkákat is, illetve hát nyilván egyértelmű, hogy azért egy, bár a víziváros első óvodájáról van szó, nyilván nem ennyi óvónőre meg dajkára volt szükség, tehát azért gyerekek is vannak ezen a képen, nem is kevesen. Azért itt megint lehetnek olyan nézők, akik esetleg, ha más nem a déd nagyszülőt megláthatják ezen a képen, igen, vagy felismerhetik. Igen, és várjuk is a neveket természetesen, szeretnénk minél inkább beazonosítani ezeket a hölgyeket.
1910-es a következő kép? Igen. És akkor ugye itt azt mondtam, hogy próbáltam egy logikai sorrendet felépíteni, hogy igaz, hogy házas párral kezdtünk, de hogy az egyéni portréktól jutunk el ugye a csoportképekig, és hát hoztam egy hölgyet, akinek teljesen egyedül van. Egyetlen egy nagyon fontos oka van, az emlékmentés fotógyűjtő kezdeményezésnek. Tulajdonképpen ez a nyitókép és ez az emblémája, ami egyébként a honlapon azóta is megtalálható. Tehát ezzel a Pete Gyula képpel reklámozták, illetve vezették be annak idején Szűcs Erzsiék ezt a fotógyűjtést, és nagyon örülök neki, hogy ezt a konkrét képet így sikerült megtalálni. Beazonosítani nekem már nem kellett, hiszen elég egyértelmű volt, hogy miről is van szó. Mindenképpen igazolja, hogy Pető Gyula nem csak egy egyszerű fotós, hanem tényleg művész volt, mert ez egy művészi alkotás, nem csak egy portré, hanem annál sokkal több. És aztán igazából a nővéréről, Pete Ilonáról is ugyanezt mondhatjuk el, aki ugye 1918-ban veszi át a műtermet, és ő igazából magával a fényképezéssel foglalkozik, az üzletmenetet pedig egy Bodó Lajos nevű üzletvezető viszi, aki 1940-ben Pataki Máriával társul, majd fogunk látni egy Bodó és Pataki féle közös portrét, de előtte mindenképpen érdemes megnéznünk a Pete Ilona által készített néhány képet. Kíváncsi leszek, hogy érezhető lesz a különbség Pete Gyula és Pete Ilona fotói között. Nézzük meg akkor tehát a Fiatal Hölgy című fotót. Ez az egyik első kép, ami Pete műterem felirattal készült. Nagy valószínűséggel egyébként Pete Gyulának még az életében is készültek ilyen portrék, amiket valószínűleg, mivel távol volt, illetve már ugye halálos ágyán feküdt, nem ő készítette el, hanem a testvére Pete Ilona, és ugye ezért nem a Pete Gyula név szerepel ezeken a fényképeken, hanem a műterem vezetője, ugye Pete Ilona úgy határozott, hogy a Pete műterem feliratot tünteti fel ezeken a képeken, akár az elején, akár a hátulján, tehát ez az egyik ilyen legkorábbi kép, úgyhogy valamikor 1915 és 18 között készülhetett egyébként. És a hátlapját is meg tudjuk nézni a fotónak. Igen, hát ugye itt is az a lényeg, láttunk már egyébként egy ilyen hátlapot Pete Gyulának az idejéből is. Ez már nagy valószínűséggel Pete Ilonának a munkája. Mindenesetre itt azt érzem még, hogy mindenképpen Pete Gyula munkásságát szeretné továbbvinni. Tehát itt még nem érzi úgy, hogy teljesen átveszi őt, és a saját egyéniségét adhatja a fotókhoz. A műterem az ugye ugyanaz egyrészt, másrészt pedig ugye Pete Ilona gyakorlatilag a bátyjának a műtermében érik fotóművésszé, tehát a mesterséget, mint olyat, a szakmának a legfontosabb fogásait itt tanulja el ebben a műteremben. Meglehetősen hosszú idő adatik meg ugye, hát jó, 10 év körülbelül, de hát azért az nem egy rövid idő, amit ugyanabban a műteremben tölthet el gyakorlatilag folyamatosan. Tehát azért 1918-ban, amikor teljesen át kell venni a műteremnek a vezetését, akkor azért annyira váratlanul már nem éri, legalábbis szakmailag és technikailag semmiképpen. És hogy a mi műsorfolyamunkban is legyen majd egy kis izgalom, nem is tudjuk megnézni majd a munkásságok végén született képeket, de azért még néhányra maradt időnk van, még 3 percünk ebből a műsorból, addig mindenképpen nézzük meg például a gyermekportréját, amelyet kollégánk segítségével meg tudunk mutatni. Itt is ugye a Pete műterem felirat látszik már egyértelműen, tehát itt már Pete Gyula neve tényleg nincsen használatban. Ugye eltérően azért másoktól, akár az 1800-as évek végén például a Koller Károly nevű rendkívül sikeres és jó nevű fényképész, akinek Budapesten van üzlete, az ő gyermekei, felesége használják a Koller K utódai elnevezést, megjelölést, tehát ez nagyon sokszor feltűnik, Pete Gyula esetében szó nincsen erről. Nagyon szerényen Pete Ilona azt mondja, hogy jó, hát ezt ugyan ő készítette, de a Pete Gyula féle műteremben készül, úgyhogy a Pete műterem megjelölés az, ami innentől kezdve igazából létezik. És talán még egy férfi portréra is maradt időnk, amit meg tudunk mutatni. Igen, itt is ugye a Pete műterem megjelölés látszik. Én még egyetlen egy fotót azért hadd mutassak meg a végére, csak azért, hogy egy ismerős személlyel zárjuk a műsort. Pontosabban nem is maga Weisz János az ismert, hanem a lánya,
férjezet nevén Zákányi Imréné, néhai Zákányi Imréné, született Weisz Etelka, aki a Székesfehérvári Palota város jelene és múltja című kötetnek a szerzője, illetve ő volt az, aki a Patexnek, a Pamut Textil Művek kikészítőgyárnak a történetét is, mint egykori dolgozó. És meg is érkezett megírta, a kép közben. És az ő édesapja Weisz János látható ezen a portrén. Azt gondolom, hogy érdemes egy ilyen képpel zárnunk, aminek valamennyire azért a történetéről is tudunk mesélni. Ez mindenképpen érezhető azért, hogy valami technikai változás is lehetett, mert nekem valahogy ezek az utolsó képek, amelyeket már Ilona készített, egy kicsit, mintha élesebbek lennének, mintha jobban láthatók lennének. Ráadásul már egyre kevésbé ragaszkodnak egyébként a megrendelők is, meg a készítők is a karton állt kivitelhez, tehát elkezdünk a fotópapírhoz igazából közeledni, és aztán már azt fogjuk észrevenni, hogy a hátlapokon is egyre többször csak egy stempli, egy bélyegző jelenik meg, hogy készítette XY, és gyakorlatilag azon kívül semmi más nem tudunk meg, még a műteremnek a címét sem, tehát a reklámok is eltűnnek igazából. Kedves nézőink, tehát hogyha tudnak nekünk segíteni, felismertek a képeken bárkit is, vagy ismerősük volt a képen, a Fehérvár Média Centrum elérhetőségein tudnak nekünk üzenni, nagy segítség lenne. Folytatjuk természetesen két hét múlva ezt a sorozatot. Váci Márknak rengeteg fotója van még, amelyet meg tudunk mutatni, és tudunk beszélgetni róluk, de majd csak két hét múlva. Történésznek, a szakértőnek nagyon szépen köszönöm a mai műsort is, a nézőknek pedig hálás köszönet, hogy velünk voltak, legyenek itt két hét múlva is, addig is kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.